Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárd. Ebben a videóban a magas vérnyomás csökkentéséről lesz szó. 7 olyan lépésről, ami segíthet abban, hogy megszabaduljunk ettől az igen veszélyes állapottól. Nézzük meg először, hogy hogyan is alakul ki a magas vérnyomás, mert így világosabb lesz majd a megoldás is. A legtöbb szív- és érrendszeri probléma mögött az erekben jelentkező gyulladások állnak, melyet főként az éveken át fennálló túlzott cukor és gluténbevitel, illetve az alacsony kálium bevitel okoz elsősorban. A magas vérnyomás, de a magas koleszterin kialakulásában is nagy szerepe van az inzulin rezisztenciának, melynek legbiztosabb jele egyébként a hasnál jelentkező zsírpárnák. A folyamat első lépése az, hogy gyulladások alakulnak ki az erek falainál, a gyulladások pedig károsítják az érfalakat. A második lépésben a test az érfal károsodásokat és hibákat, hogy ezeket kivédje, válaszként elkezd odaszállítani koleszterint, hogy betapassza, helyrehozza a sérüléseket, ezeket a lyukakat. Tehát a koleszterinnel tudja a szervezetünk kijavítani az érfalnál keletkező sérüléseket, illetve a kálciumot is felhasználja. Ugye ez egy nagyon fontos válaszlépés a testünktől, mivel az egy katasztrofális állapot lenne, ha valahol elszakadna, megrepedne az ér, és elkezdene belőle kiáramlani a vér a test adott részeibe. Ebben a második fázisban, ahogy a test egyre több koleszterint és kálciumot szállít az érfalakhoz, az erek elkezdenek megvastagodni, és ahogy egyre vastagabbak lesznek, úgy egyre merevebbekké válnak. Gondolj például egy gumicsőre. Minél vastagabb a cső, annál nehezebben hajlik, azaz minél vastagabb, annál merevebb. Tehát ahogy egyre merevebbek lesznek az erek, úgy nő a vérnyomás is. A harmadik lépésben az történik, hogy ha évekig, évtizedekig túl sok gyulladás van az erekben, akkor egy idő után a szervezetünk már szinte kontroll nélkül szállítja a koleszterint az érfalakhoz, és az erek egyre vastagabbá válnak. Így alakulhat ki a magas koleszterin szint, tehát amikor túl sok a koleszterin a vérben. Vagy például az érszűkület, ha valahol az érben ugye felhalmozódik a koleszterin és elzárja az eret, vagy az érelmeszesedés, amikor a gyulladások mellett egyéb anyagcsere problémák is jelen vannak. Negyedik lépésben pedig azáltal, hogy ugye egyre nagyobb mértékben beszűkülnek és megvastagodnak az erek, az érfalak, kialakul a magas vérnyomás. Tehát az eredendő oka a magas vérnyomásnak az erekben jelentkező gyulladások, melyeket az emberek többségénél döntően az elején már említett cukor, a finomított szénhidrátok, a túl sok inzulin, a glutén és az alacsony káliumbevitel okozza. Itt fontos még megemlíteni a kálcium szerepét is, mert az erek merevségében, így a vérnyomás növekedésében és az erek elmeszesedésében is ugye fontos szerepe van a kálciumnak. Ezért írnak fel ugye az orvosok magas vérnyomásra többek között kálcium csatorna blokkolókat, tehát olyan gyógyszereket, amelyek csökkentik a kálciumnak a beépülését. A magas vérnyomást nagyon fontos, hogy csökkentsük, mert minél tovább fennáll az állapot, annál nagyobb lesz az esélye annak, hogy valamilyen komolyabb probléma alakuljon ki. A Földön egyébként becslések szerint kb. 1,5 milliárd magas vérnyomásos beteg van, tehát ez a probléma az emberek 20%-át érinti, és évente sajnos kb. 10 millióan meghalnak a magas vérnyomással összefüggésben. Az első fontos teendő, hogy kizárjuk, illetve visszaszorítsuk a gyulladásokat növelő ételeket és tényezőket az ételünkben, hogy a test az energiát ne a védekezésre fordítsa, hanem a gyógyításra tudjon végre foglalkozni. A legveszélyesebb és leggyakoribb gyulladás növelő ételek, tehát a finomított szénhidrátok, a cukor, a glutén, a modern ételekben lévő egyes adalékanyagok és a GMO tartalmú ételek. A második fontos lépés lehet, hogy megváltoztassuk az étkezésünket és megemeljük bennük a zöld színű zöldségek arányát, melyek gazdagok káliumban és magnéziumban. A legjobb a zöld színű leveles zöldségek, mint a kell és káposztafélék, a mángold, a sóska, a spenót, a salátafélék, a brokkoli és az avokádó. Sokan még ma is úgy gondolják, hogy a túl sok nátrium okozza a magas vérnyomás, de egyre több kutatás világít rá, hogy nem a túl sok nátrium miatt alakul ki elsősorban a magas vérnyomás, hanem a túl kevés kálium miatt.
Tehát nem a nátrium-klorid bevitelét kell elsősorban csökkenteni, hanem a kálium bevitelét kell megemelni természetes forrásokból. A finomított szénhidrátok rengeteg káliumot fogyasztanak a testünkben, és a legtöbb ember kevés zöldséget eszik, azaz kevés káliumot visz be, és közben jóval több szénhidrátot fogyaszt, mint amivel a teste meg tudna birkózni, el tudna égetni. A harmadik segítséget a szuperételektől kapjuk. Sajnos sok esetben ugye nem tudunk minden nap elegendő zöldséget bevinni, viszont ki tudjuk egészíteni a táplálkozásunkat olyan koncentrált ételekkel, melyek segítenek pótolni a hiányzó mikrotápanyagokat. A két legfontosabb erre a célra a spirulina és a klorella mikroalgák, melyeket én is rendszeresen szedek, és melyek portabletta vagy kapszula formában fogyaszthatsz minden nap rendszeresen és folyamatosan. Fontos, hogy minden spirulina és klorella bevitelkor igyál elegendő vizet, mert az algák szeretik a vizet. A legjobb egyébként a desztillált víz. A negyedik lépésben bevethetjük a három talán leghatékonyabb gyógynövényt, melyekről több kutatás is igazolta már, hogy képesek levinni bizonyos mértékig a magas vérnyomást. Az első a fokhagyma kivonata, melynek LDL és teljes koleszterin csökkentő, illetve HDL koleszterin növelő hatása van, tehát csökkenti a rossz és növeli a jó koleszterin szintjét. A második a hibiszkus szabdarifa, vagy másik nevén a rozella virágának a kivonata, mely csökkenteni tudja a magas vérnyomást és a trigliceridek szintjét is. És a harmadik fontos gyógynövény az olajfalevél kivonata, mely a magas vérnyomást, illetve az LDL koleszterin oxidációját is tudja csökkenteni, ami azért fontos, mert lényegében az LDL koleszterin akkor válik károssá, ha oxidálódik. Az ötödik segítség a magas vérnyomás csökkentéséhez az az omega-3 zsírsavak arányának megemelése a táplálkozásunkban, illetve az omega-3 pótlás étrendkiegészítőkkel. A legjobb az lenne, ha minden nap friss halételeket fogyasztanánk, de lássuk be, sajnos erre hazánkban kicsi az esély. Az omega-3-at célszerű étrendkiegészítőkkel pótolni krillolaj, halolaj vagy csukamájolaj bevitellel. Az omega-3 zsírsavak a legjobb gyulladáscsökkentők, az erekben is csökkentik a gyulladásokat, illetve csökkentik a trigliceridek szintjét, melyek ugye a vérereket elzáró lerakódások és plakok kialakulását okozzák. A hatodik lépésben fontos az eddig említett fő mikrotápanyagokon túl néhány másik bevitelére is odafigyelni. Ezek a magnézium, mely segíthet kiegyensúlyozni a kálcium mennyiségét, és vérnyomás csökkentő hatása is van. Az antioxidánsok, főként a flavonoidok, melyek az erek rugalmasságán javítanak, és a nitrogénoxidot növelő ételek. A legjobb források a pótlásokhoz a bogyós gyümölcsök, a magvak, az avokádó, egyél meg minden nap egy avokádót, nagyon egészséges, a füge, a már említett zöldszínű zöldségek, a kakaó, a cékla és a gránátalma. Tehát sokat tehetsz magadért, ha tudatosan minden nap ezekből is fogyasztasz rendszeresen, változatosan. A hetedik és egyben utolsó lépés, tehát talán pont talán a legfontosabb, hogy tiszta vizet igyunk, minden inkább H2O az, amit megiszol, annál jobb. Sajnos a csapvíz és az ásványvizek tele vannak szennyeződésekkel, illetve a bennük lévő ásványanyagok sem szívódnak fel igazából a testünkben. Inkább csak ugye lerakódnak és számos problémát okoznak, például a magas kálciumos vizeknek nagy szerepe van az élelmeszesedés kialakulásában. A legjobb víz, amit én is már egy jó ideje fogyasztok, szerintem ez a desztillált víz, otthoni desztilláló készülékkel állítom elő csapvízből. A desztillált víz át tudja mosni a veséket és az ereket is, nem terheli le a testedet, és segít feloldani a meszesedéseket az ízületeknél, a porcoknál és az ereknél is. Összefoglalva végezetül még egyszer az én véleményemet a 7 legjobb magas vérnyomás csökkentő lépésről. A gyulladás csökkentő ételek visszaszorítása a táplálkozásunkban, megemelni a zöld színű zöldségek bevitelét, segítségül hívni a spirulinát és a klorellát, ugye a táplálkozások hiányosságoknak a kiküszöböléséhez,
bevetni három nagyon jó vérnyomáscsökkentő növényt, a fokhagymát, a hibiszkuszt és az olajfalevél kivonatát, megemelni az omega-3 bevitelt, a legjobb a krillolaj, pótolni a magnéziumot, a flavonoidokat és a nitrogénoxid növelő ételeket, és hetediknek pedig tiszta vizet, azaz desztillált vizet inni. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és át tudtam neked adni érdekes információkat. A leírásban megtalálod a videóban elhangzott kiemeltebb állításoknak a kutatási hivatkozásait. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!